Az akár 30 ezer forintos iskolakezdési támogatás mellett az első, második, harmadik osztályosok ingyen kapják a tankönyveket. Az önkormányzatoktól változó kedvezményeket kaphatnak a szülők, akik az igényüket július 1-től nyújthatják be. Az iskolába járó gyerekek alapvetően 2-3 olyan támogatást vehetnek igénybe, ami a városban is elérhető. Az egyik ilyen támogatás a központi rendszerből a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára járó iskola kezdési támogatás. Ez nagyságrendileg 5800 forint Erzsébet utalványban megkapott és levásárolható támogatás. Ez Nyírbátorban több mint 1000 gyereket érint, ez az itt lakó, itt élő gyerekeknek közel a fele egyébként, tehát ez is jelzi a városban, milyen nagy arányú a hátrányos helyzetű családoknak az aránya. Emellett a város egy internet támogatást működtet, ami nem csak a nagy családosoknak, hanem valamennyi szegény családnak, szegény, alacsony jövedelmi családnak nyújt egy rendszeres 1000 forint támogatást az internet hozzáféréshez kapcsolódóan. Ennek részben az a szerepe, hogy az iskolában járáshoz, a tanuláshoz szükséges információkhoz a gyerekek hozzájussanak. Ugye ma már az internet használata az alapkövetelmény sok esetben, és ezt próbálja az önkormányzat támogatni. További segítségként a munkaadók utalvány formájában iskolakezdési támogatást adhatnak a munkavállalóknak. Ezt mindkét szülő megkaphatja, mértéke gyermekenként maximum 30.450 forint lehet. Ezek mellett szeptembertől ingyen étkezhetnek az iskolákban a nagycsaládosok alsós gyermekei, a felsősök pedig féláron kaphatják az ellátást. Nálunk a hátrányos helyzetű gyerekek aránya az meghaladja a teljes iskolázott aránynak több mint a felét, ez egy egészen magas szám. Az általános iskolások száma nagyságrendileg 1600 fő, aki két általános iskolában jár, a városban van egy állami, és van egy egyházi fenntartású általános iskola. Az állami iskolában durván 1900-1000 gyerek jár, a másik kb. 600 fő pedig az egyházi iskolába jár. Azért összetettebb nálunk a kérdés, mert emellett működik egy katolikus gimnázium fenntartású intézmény is, ahol ettől az évtől kezdve már első osztálytól, tehát általános iskolai oktatás is folyik. A polgármester elmondta, Nyírbátorban várhatóan 8 elsős osztályban megközelítőleg 200 gyermekkel indul az év szeptembertől, ami a korábbi évekhez képest csökkenést jelent.